Dein schwacher Cousin ist wieder zu den Sternen zurückgekehrt und ich werde einmal mehr derjenige sein, der die Welt beherrscht. Tritt hervor und verneige dich vor deinem Gott, bevor deine wertlose Existenz vernichtet wird. Na, most kaptuk meg a főboszt, itt van Seth személyesen. Hűha, Szerintem szükségünk lesz az amuletre, nem véletlen mutatta az átvezetőben, hogy valahova a vízbe esett, nekünk az tudja, hogy kelleni fog. Ebben egészen biztos vagyok. Szétszentség, hogy ez kelleni fog, az amulett. Ez tuti, és ez egyébként itt is van. Jó, most már csak valahogy ki kell mászni, ahol ki lehet mászni, és akkor kezdődik a főműsor. Lehet, hogy a mai epizód egy kicsit hosszabb lesz, mert nem feltétlenül akarom félbehagyni a főbossz küzdelmet. Várjál! Hol vagy? Tavasz! Kap be! Kap be! Nein! Nein! Mellé! Mellé! Köcsög vagy! Áú! Akkor is köcsög vagy! Köcsög vagy! Köcsög vagy! Köcsög! Előbb-utóbb meddög lesz. Ugye? Várja. Nem tudom, hogy van-e értelme ennek, amit csinálok. Nem tudom, hogy van-e ennek értelme. Nem vagyok benne biztos. Ez felgyújtott. Lehet, hogy nem is ezt kell csinálni? Várjál. Lehet, hogy... Sebzem én egyáltalán? Sebeztem én őt egyáltalán valahogy? Mert ebben is kételkedem igazából.
Szerintem valamit nem jól csinálok. És ez... Szerintem nem is sebzem őt. Nekem az a tippem... Nem, valamit rosszul csinálok. És se... Szerintem ezzel a csillag támadása lesz a kulcs. Szerintem. Szerintem. Oha! Egyelőre még nem vágom, hogy mi van. Szerintem valamit nem jól csinálok. Ezzel a csillagocska támadásával szerintem valamit csinálnom kell. Ezzel itt. Ami felgyújt. Igen, ez. Szerintem itt ez... De mit? Ezzel mit tudok csinálni? Ezt most nem teljesen értem. Mert azzal nem ér semmire, hogy csak lövöm. Ez, látod? Ezzel a támadásával valamit... Vagy tényleg csak lőni kell? De én nem hiszem. Na? Hát nem tudom. Ez fura. Én nem hiszem, hogy szerintem valamit kihagyok, vagy valamit nem veszek észre.
Nem, azt mondja nem. Látod? Azt hittem, hogy azt a csillagot vissza kell tükrözni a az amulettel, de nem. Bassza meg! Nem tudom, mit kell akkor csinálni, mert szerintem itt nem csak lőni kell, itt van valami trükk. Legalábbis elég régóta lövöm, és már több tucat robbanó töltetet kapott, én nem hiszem el, hogy ennyi nem elég neki. Szerintem itt valamit nem veszek észre. Itt valami olyasmit kell csinálni, amit még nem vettem észre. Ez itt kivédi, aha. Lehet, hogy... Csak! Nem történt semmi. Úgyhogy nem tudom, hogy... Nem lehet, hogy ide be kell csolni ebbe a fénybe? Bement a fénybe, és nem történt semmi. Láttátok? Sikerült becsalnom a fénybe, de nem történt semmi. Úgyhogy nem tudom, mi van. Akkor így nekem nem egyértelmű, hogy ezt... hogy itt mit kell csinálni. Mert úgy tűnik, hogy nem csak simán lőni, de hát minden lehetőségemet lassan... Hórusz amulettje van még itt.
Nem tudom, hogy mit kell csinálni, esküszöm. Nem értem. Van még egy tippem. Van egy tippem, várjál! Ez mi? Basszus! Ne! Ez csak most veszem észre! Most jön a csillag romboló! Bum! Ez csak most vettem észre! Au! Kettő. És ezzel mit értem el? Fölöslegesen lőttem eddig, ugye? És most? És most mi van? Nem értem. Most kéne ide becsalogassam? Thank you.
nagyon vágom a jelenlegi helyzetet. Nem egyértelmű ez a boss fight. Most ide be kéne csalogassam? Vagy... én nem tudom. Nem tudom, hogy mit kell csinálni, esküszöm. Fogalmam sincs, hogy mire gondolt a költő. Hát a Soti van meglövöm, akkor bukfencezik egyet, de most nekem ez miért jó? Ide kéne betereljem. De azt hogy? Nem értem. Nem tudom, srácok, hogy ez hogy kell, vagy itt mire gondolt a költő. Nem értem. Most valamit csináltam ezzel a két kapcsolóval, de hogy mit? Franz tudja. Nem egyértelmű nekem ez a boss fight. Nagyon-nagyon nem egyértelmű. Nem tudom, hogy mit kell csinálni. Tényleg nem tudom. Az biztos, hogy nem csak lőni. Ez már egészen biztos. Tehát azzal nem mentem semmire. Ez nekem miért jó? Ezt valaki magyarázza már el. Nem tudom, de ez elég elcseszett boss fight, maradjunk annyiban, ez itt annyira nem egyértelmű szerintem. Kell még ilyen karokat keresek, de nincs több, tudtam már legalábbis, én nem látok többet.
vissza kéne mászni onnan, de az azt nem lehet. Vagy igen? Ha igen, az hogy? De szerintem nem lehet visszamászni. Aj, nem már! Istenem! Még csúszósra kellett azt csinálni. Az szép volt. Telébe. Most miért nem bukfencelt? Na, így. Hát tudom, ilyenkor ez... Nem, egyszer nem értem. Már több kapcsoló meg nincs. Már minden próbáltam, de egyszerűen nem vágom, hogy itt mire gondolt a költő. Nem tudom, hogy milyen trükköt kéne alkalmazni ellene. Fogalmam sincs, hogy mit kéne ellene alkalmazni. De vagy nem tudom ide becsalni a fénybe. Most, ha leúztam azt a két kapcsolót, lehet, hogy a fény erősebb lett, vagy nem tudom. De hogy tudnám ide becsalogatni? Na jó, oké, hagyjuk ezt. Csináljuk azt, hogy én... Meg kell néznem, hogy kell legyőzni, mert fogalmam sincs. Számomra ez olyan szinten nem egyértelmű, hogy nagyon-nagyon nem egyértelmű. Teljesen logikátlan. Az teljesen, az viszont nyilvánvalós egyértelmű, hogy simán lövéssel nem megyünk semmire. Nem csak lőni kell, hanem valami más trükköt kell alkalmazni, és hiába húztam le a két kart, semmi nem történik. Horus amuletjét nem tudom használni, pedig az is egy picit talán logikusnak tűnt volna, hogy megpróbáltam, hogy azt a csillag izé támadását esetleg visszatükrözni az amulettel, de nem. Nem lehet ilyet. No. Nem, azt mondja nem. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi van. Fogalmam sincs. Ja, úgyhogy én most megnézem, sajnos meg kell nézzem megint interneten, hogy mit kell csinálni, mert... Nem tudom. Fél órája itt már próbálkozok, de... Nem tudom, sajnos. Ennek megint nincs értelme, hogy... Annak nincs értelme, hogy lövöm. Meg így kerülgetem a támadásait, annak semmi értelme, mert nem haladunk előre. Úgyhogy várjatok egy kicsit, mindjárt jövök vissza. Jó? Na várjál. Na, kedves emberek, hát az van... Hát aki ezt a boss fightot kitalálta, úgy azzal is elbeszélgetnék és megcipőzném egy kicsit. Vissza kell mászni! Ja? Vissza kell mászni, nem kell vele, nem kell szettel veszekedni, szimplán csak vissza kell mászni. Ja. De hogy hogyan, hát arra én már nem emlékszem, hogy őszinte legyek. Van ennek valami trükkje, hol is volt a... Arra lehetett tovább menni, hogyha oda át tudnék ugrani. Aha, arra, igen. Ahol egyszer már jártunk, csak egy enyhén más irányba kell menni. Így erre. Aki ezt a boss fightot kitalálta, az, nem volt normális. Nem az lett volna logikus, hogy meg kell küzdeni vele? Nem. Itt nem.
Itt is eldobtak mindenféle józan logikát. Erre kell menni. Nem így. Nem így. Várjál. Így. Aha, az ott nézd csak. Oda kell nekünk eljutni. Így. Igen. Ez hihetetlen egyszerűen, ez így elizélni, mentés. Ilyen egy elcseszett boss design, komolyan mondom. És vissza kell mászni érte. Ki az az őrült, aki ilyet kitalálhat? Nem volt normális. Emlékeztek, itt akartam visszaugrani. Itt akartam eredetileg lemenni. De itt nem lemenni kell, hanem itt kell visszamászni. Totál agyrák. Ez a boss fight, ez úgy el van cseszve, ahogy... Ez nagyon el van cseszve. Se HP kijelzés, se... Hát az, a játékos honnan a jó istenből szopja ki ezeket, érted? Kis ujjából, értem én, persze. Ilyen hülyeséget hallod. Ide vissza kell menni. Jó, és ez most kinyílt. Ja? Hát ez... Köszönjük szépen, játék. Az igen. A végére így azért még... Végére azért még adnak a játékosnak pár pofont, hogy nehogy... Biztonságban érezze mag... Ajaj. Jasszusom! Ezt elrontottam. Jó, nem tudtam, hogy ott izé van. Várjál, akkor így. Ha! Mi van? Basszus! Jaj. Mentés? Jaj. Azt a mindenit! Schnell, Mädchen, bevor hier alles zusammenbricht. Sie wieder, Werner? Kein Seed mehr? Ja, keine Zeit jetzt. Ihre Hand, Lara, geben Sie mir Ihre Hand!
Ja, ja, keine Zeit jetzt, Ihre Hand. Lara, geben Sie mir Ihre Hand. Gut, Sie wiederzusehen. Nehmen Sie meine Hand. Ich ziehe Sie hoch. No! Hát ez volt a Tomb Raider 4. És igen, a végén Lara nem sikerül kimenekülnie, úgyhogy az összeomló pirom is maga alá temeti. És végén hiába próbál segíteni Von Croy, késő volt. Na de, így összességében mit tudnék röviden, tömören összegezve elmondani? Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, és annyira nagy kár, hogy a végső boss fightot, Seth volt a végén, így elkúrták. Ez nevetséges boss fight volt, szerintem ez a design iszonyatosan szar. Ez nevetségesen szar. Az, hogy alapból a játékos összegyűjt rengeteg értékes lőszert, rengeteg robbanó lőszert, rengeteg gyógyszert azért, hogy boss fight-ban érvényesülni tudjon, értelmetlen. Tehát itt ez is egy olyan játék, ami a legeslegvégén azt mondja a játékosnak, hogy haha, minden, ami eddig volt, teljesen értelmetlen és hiába való volt, nem volt semmi értelme az eddig erőfeszítéseinek, mert a fegyvereket semmi értelme használod, az égvilágon semmi értelme, mert úgysem tudod megsebezni, nem úgy tudod legyőzni. Ez egy végtelenül elcseszett boss fight az ilyen. Játéktól függetlenül. Nagyon-nagyon nagy kár, hogy a végét így elkúrták. A befejezés nem véletlen borzolta fel a kedélyeket, és sok játékos mondhatni eléggé mérges volt emiatt. Tehát ezt meg is lehet érteni, hogy ilyen befejezése lett. De ugye, mint tudjuk ezt, hogy Lara nem halt meg, kis spoiler, de hát akkor nyilván, amikor a negyedik rész kijött, 99-ben ezt senki nem tudta, de hát ugye olyan nagy volt a felháborodás, hogy ugye a hatodik részben visszahozták. Vannak a játéknak hülyeségei, mint például a végét iszonyatosan elcseszték, ez nagyon-nagyon el lett cseszve. Pedig a pálya első fele, ahol a vizes puzzle-ök voltak, hogy hány litert kell beönteni, az baromi jó volt, az tetszett. De a boss fight, a Seth-tel való boss fight, ez egy vicc. Tehát ez iszonyatosan el lett cseszve. Illetve, ami a játéknak a negatívumai közé tartozik, ugye ez a... nem... Kairó? Kairó fejezet? Hát amikor benn voltunk ugye a városban, a motorkerékpáros fejezet, ugye a... Hát tudjátok, amikor úgy rendesen szittem a pályakészítőket, na az a fejezet még a rakás kaki, ezt továbbra is mondom, hogy az tényleg egy rakás fos, illetve a nagy labirintusnál, amikor a negyedik dolgot kell megszerezni, a labirintus. Az még egy teljesen fölösleges, erőltetett hülyeségnek éreztem. Az leginkább azért nem lett volna vele gond, hogyha a játékos kap valamilyen segítséget, akár egy térképet, akár valami egyértelmű jelölést, hogy hello, hülye gyerek, most jó irányba jöttél. Nem, semmi ilyesmi nem volt, úgyhogy a játékos ott tényleg vakon kell menjen, és ott csak reménykedhet abban, hogy egyszer majd ott órákig bolyonghat, ugye? És szerintem azért is csinálták ilyen szánalmas és mesterséges időhúzásnak. Úgyhogy az amiatt úgy nagyon-nagyon nem tetszett. Szóval igazából ez a három része van a játéknak, ami szerintem nagyon el lett cseszve, az a Kairó fejezet, a labirintus és a vége. De, most jöjjön egy nagy de. Mindezekkel együtt, ha az összképet nézem,
Én még mindig a jobb és a jó epizódok közé sorolnám ezt a negyedik részt. Igen. Illetve, ami legfontosabb, a harmadik részhez képest szerintem ez milliószor jobb. Szerintem ez sokkal, sokkal jobb. A negyedik, igen, szerintem a negyedik rész összességében, ha összképet nézem, sokkal jobb, mint a harmadik rész. És ezt komolyan mondom. A harmadik az iszonyatosan szar volt. Az... Ennek is megvannak a maga problémái, ahogy azt mondtam, de azokkal együtt ez még mindig sokkal jobban élveztem, mint a hármat. Tényleg nagyon nagy kár érte, hogy a vége így ennyire el lett cseszve. Játéktől függetlenül, én minden játékban utálom azt, amikor a játék vége egy olyan boss fight, ami arcon köpi a játékost olyan értelemben, hogy minden, amit addig csinált, értelmetlen volt. Ugye elmagyaráztam, hogy ugye a lőszer, gyógyszergyűjtés, az mind értelmetlen volt. Gyógyszergyűjtés majdnem, ott azért mit most jól jöttek, hogy... De azért... Én... Szerintem az lett volna korrekt, és én annak örültem volna, ha itt tisztességesen le kell őt győzni. Ha csak lőni kell. Az lett volna, én jó, értem én, hogy Isten, én értem, de akkor legalább úgy csináltak volna meg, hogy lövöd, és akkor lett volna egy jó pár másodperc, nem tudom, ilyen 10 másodperces ilyen időd, ami mondjuk egyértelműen mondjuk szet így mondjuk így összeesik, mit tudom én, letérde vagy így ott fekszik, ott hever a földön, és addig, mondjuk kaptál volna 10 másodperc, és addig használod a Horus amuletjét, hogy ugye visszazárod őt. Mondjuk, ez csak egy ötlet volt, hogy ilyesmi. Például, mint ugye a másik részben a sárkánynál, hogy lövöd, akkor ugye kiterül, és amíg ott fekszik, addig gyors valamit csinálnod kell, van rá kis időd. Én ugyanezt szerettem volna itt látni, de ehelyett kaptunk egy olyan szinten nonsense bullshit hülyeséget, ami... Hülyeség, na. Lássuk be, ez így egy fasság volt a vége. Ezért mondom, nagyon-nagyon sajnálom és kár érte, hogy pont a végét is elcseszték. Na de, minden esetre én azt mondom... Én minden esetre ennek ellenére egyáltalán nem bánom meg, hogy végigvittem a játékot. Jó párszor elakadtam, általában ott a logikátlan idióta level design miatt volt, pálya design miatt, mert totál logikátlan volt. De összességében nem rossz rész, sőt, mondom, szerintem a jobbak közé tartozik. Úgyhogy... Hát remélem azért tetszett nektek ez a végigjátszás, nagyon remélem, illetve hát... Ugye, ti 60 FPS-ben csodálhattátok meg ezt a sorozatot. Ez egy hosszú sorozat volt, hosszú utazás, de remélem, nagyon-nagyon remélem, hogy megérte feldolgozni az egészet 60 FPS-en. Ez ugye iszonyatosan sok időbe telt, tehát több mint 100 órába. Úgyhogy remélem tetszett nektek. Mindenképp érdekelne a véleményetek a sorozattal, játéka kapcsolatban, illetve hogy nektek mennyire jött be ez a 60 FPS interpolációs technika, megoldás, hogy sokkal-sokkal simább volt így az élmény. Igen, és hát jönni fog a The Times című hivatalos kiegészítő. A negyedik rész is kapott egy hivatalos kiegészítőt, ugye a másik és harmadik rész is kapott egyet, meg hát az első is, de ugye azokat nem néztük meg, mert ugye azok a digitális verzióban nincsenek benne, viszont a negyedik rész esetén a hivatalos kiegészítő igenis benne van a digitális verzióban, egész pontosan kizárólag a GOG verzióban, Steamben nincs, ott ne is keresétek, de a GOG verzióban benne van a hivatalos The Times kiegészítő, úgyhogy meg fogjuk nézni azt is, természetesen ugyanígy 60 FPS-sel. Kíváncsi vagyok arra, hát remélem értelmesebben van összerakva, mint itt az utolsó pálya, és nem olyan lesz, mint a Kairó fejezet. Meglátjuk. Illetve természetesen majd valamikor jönni fog ugyanígy az ötödik rész is, ugye a Krónikák nevet viseli.
és ott is a krónikákban is egyébként ugyanezt a 60 fps technikát fogom alkalmazni, ezt az interpolációt. Úgyhogy, ja, ugye legközelebb majd találkozunk a The Times kiegészítőben. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, mindenkinek természetesen várom a véleményét a komment formájában, kinek mennyire jött be. Végezetül... Ja, mit mondhatnék? Szerintem elmondtam részes véleményemet. A fegyverek nem rosszak egyébként, az egyetlen fegyver, amivel nem voltam elégedett, az a nyílpuska. Akkor, hogyha nem a robbanófejes nyilakat használ. A robbanófejes nyilak persze azok erősek, azok durranak jó nagyot, csontvázak ellen, a katakombákban kiváló, de a sima nyilak, illetve a mérgező nyilak, én úgy vettem észre, hogy egyszerűen túlságosan gyengék, iszonyatosan gyengék, úgyhogy emiatt a nyílpuska nekem annyira nem tetszett, mondom, a robbanófejes nyilak igen, azok hatékonyak, de azt leszámítva a nyílpuskát, én iszonyatosan gyengének találtam, túlságosan gyengének. Lehet, hogy itt egy kicsit visszaveszem a zenét. Úgyhogy, ja, a többi fegyver szerintem jó. Ugye a sotit rengeteget használtam, azzal abszolút elégedett voltam. Kicsit fura számomra még mindig, hogy a revolver sokkal-sokkal erősebb, mint a soti. Ez úgy, hát nem tudom. És olyan fura volt számomra. Na de. Jó, most már tényleg nem húzom tovább az időt. Köszi szépen a figyelmet, és akkor találkozunk a kiegészítőben. Ez a projekt is sikeresen véget ért, ugye a Times egyfajta plusz bónusz lesz, ezzel a negyedik rész ugye véget ért. És örülök, hogy most már az első 4 Core Design epizód teljes a csatornán. Hát jó, hát az első résznél ugye nyilván a 96-os nem teljesen vittem végig, de az teljesen lényegtelen, mert az Anniversary-t végigvittem a csatornán, az pedig az első részt. Úgyhogy az első 4 részt végigvittük a csatornán, és sorra fog kerülni természetesen a többi is, tehát az 5. és 6. rész is mindenképp. Egyébként ez a pályarész itt szerintem nem volt a játékban, nem emlékszem erre a két hajócskára. Ilyen pályarészre egyáltalán nem emlékszem. Na mindegy. Jó, köszi szépen a figyelmet. Szevasztok!